És Ákos voltál ebben az évadban cár, meg gróf, meg karmester, meg áldozat és négy fajsúlyos szerep. Általában három szerepet szoktak színészek egy évadban kapni. Szereted a sok munkát? Persze, én nagyon-nagyon szeretem, de igazából én nem szoktam belegondolni, vagy legalábbis az elmúlt évek tapasztalatai alapján így mindig volt, és így igazából fel se tűnik az, hogy ez sok vagy nem sok, hanem így folyamatosan folyik az élet, történik velem. Na de amikor álltok a próbatábla előtt, és jön egy újabb szereposztás, akkor hogy mégy oda, hogy de jó lenne, ha benne lennék, vagy de jó lenne most pihenni egy kicsit? Az nem nagyon jutott még eszembe, hogy de jó lenne pihenni. Szóval nyilván persze minden szereposztás, minden új színlapot úgy várunk, hogy hát persze, hogy jó lenne benne lenni, bármiben is gyakorlatilag bármit csinálni, és dolgozni is, hogy történjen velünk az élet. Bukovszkival kezdtél a Herben. Ó, igen, tényleg, Bukovszki. Az például nekem azért volt különleges, mert arra emlékszem arra az időre, amikor még nagyon-nagyon régen bejöttek először a videómagnók, és én kezdett divatba jönni, és mi egyszer kaptunk egyet kölcsön, és volt nálunk pár hétig, és hát nem nagyon volt akkor nagy választék, de az egyik film például, ami megvolt, ez a Her volt. Olyan szintű kedvencem volt akkor, hogy annyira megérintett kölyökkoromban ez a film, nagyon-nagyon imádtam, arra emlékszem, hogy egyszer, persze kis kajaszünettel, meg apró kis szünetecskékkel, de ha jól emlékszem, 12-ször néztem meg egymás után zsinórból. Tehát imádatom volt a Her, ezért tényleg különleges volt, hogy megadatott az élettől, hogy játszhattam benne, és Bukovszkit például. Kipis fiú voltál egyébként? Júj, én nagyon. Én nagyon-nagyon. És nyilván a filmnek is, a történetnek is volt valami köze ehhez, persze, tehát próbáltam hát nem úgy élni, de hogy hasonló csíneket hajtottam végre, ugyanolyan tornacipőm volt például, mint a Bergernek. Hát igen. Na most ehhez képest egy színpadi előadás az más nyújt, mint amilyen lehetőségei a filmnek vannak. Hát persze, természetesen, de hál' Istennek egy olyan rendezői koncepcióval találkoztunk, és egy olyan próba folyamatban vettünk részt, hogy nyilván más, teljesen más, mint a film, de hogy jó, tehát nagyon jó volt, szerintem nagyon jó kis előadás került, én nagyon-nagyon szerettem, vagy szeretem ezt a helyet, más persze, de gyakorlatilag, hogy mondjam, tehát arra gondolok, akkor nekem ugyanaz az életérzést jelenti, mint a film. Na és ilyen vagy? Nem, hát ma már nyilván eltelt sok-sok év, valamennyire biztosan benőtt az én fejem lágy, és komolyodtam is talán valamennyire, de hogy ha arra gondolok, hogy mit jelent mondjuk a szabadság nekem, akkor például ugyanilyen vagyok, csak nyilván másképpen élek már. És önfeláldozó is vagy? Önfeláldozó? Én ezt nem tudom. Próbálok mindig helyesen dönteni, aztán, hogyha ez most bátorsággal, önfeláldozással jár, akkor lehet. Nem tudom, tényleg nem tudom. Benne voltál a tűzpróbában is, és az ellopott futárban is. Mind a kettő nagyon szép nemes játék volt, klassz előadások. Igen, abszolút. A tűzpróba az azért, tehát minden előadásban van valami a tűzpróban. Például az volt az, amit nagyon-nagyon szerettem. Az a fajta rendezői elgondolás, amit a Keresztes Attila kifundált az agyámban, az nekem baromira bejött, tehát nagyon-nagyon szerettem azt a fajta humorvilágot. Azt is nagyon bírtam, hogy tényleg páncélokban is abszolút korban játszottuk a történetet. Hiszen ez egy lovagdráma. Igen, egy lovagdráma is. Én nagyon-nagyon bírtam, amit az Attila gondolt róla, meg ahogy ezt összerakta, vagy megálmodta. A futár pedig hát arról azt hiszem elég, hogy amit mondjuk, az meg rejtő. És szerintem minden fiúnak, vagy majdnem minden fiúnak, ugye, tehát amikor gyerekkorában az első könyvek szerintem, amikkel találkozik általában, legalábbis az én korosztályom, vagy az én időm, azok rejtő könyvek voltak, és hát ahogy az ember írt, és amilyen történetei voltak, egyszerűen csodálatos, tehát zseniális író. Az évad vége felé pedig zongoraórára jártál, hiszen karmester, Müller Áron karmester voltál a szibériai csárdásban. Ez egy abszolút főszerep volt Patival együtt. Valóban, tehát zongoraórán, igen. Ez is egy rettenetesen összetett történet volt. Már úgy értem, hogy a próba folyamat volt nagyon összetett, mert tényleg, tehát mindazok mellett, hogy folytak ugye általában táncpróbák is. Külön összeültünk a zenei vezetővel, adott pár zongoraórát,
És nem feltétlenül azért szerintem most ez volt az utolsó, de hogy olyat adott nekem ez az előadás most, hogy a története, a stáb, akik dolgoztunk együtt, tehát hogy azt láttam a többieken is, magamon is azt éreztem, hogy rengetegszer mindenki el tudta hajítani az agyát, felhűtlen játék. Mindenki pontosan tudta, hogy mit akar mondani, és szerintem mindenki elég pontosan el is mondta azt, amit akar, és a történet maga is üzent, szerintem elég erősen. Lehet másképp is, de Nyíregyháza város nyilván Nyíregyháza szülötteit keres, amikor művészeti díjakat adományozta az évad záron Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata által adományozott NIVU díjat kaptad. Volt már ilyen díj, és a díjakról azt gondolom, hogy természetesen nagyon-nagyon-nagyon jól esik. Egyfajta visszaigazolás, vagy elismerés, természetesen jól esik ezzel együtt, tehát hogy vannak például díjak, amik vagy jönnek, vagy nem jönnek. És hogyha ehhez hozzárakjuk a sok száz embert, akik nézik naponta az előadást, egyszerűen csodálatos és kerek dolog ez, és én azt hiszem, hogy nem is kívánhatnék többet. Most menned kell, mert te is szerepelsz június 20-án a szabadtéri színpadon a Csárdás királynőben. A régi szerepedet kaptad vissza? Nem, én most nem a Bónit fogom játszani, hanem a Tóth Zolka. Viszont mivel le voltunk kettőző az előadásban, mindig úgy volt, hogy ha egyikünk játszotta a Bónit, akkor a másikunk játszotta éppen a férjet, a közjegyzőt, nem tudom, tehát mind a ketten színpadra lépünk, hál' Istennek, de a Bónit most úgy csinálja. Én pedig a közjegyzőt, a férjet és sok más picikén. Jó, ez így? Nagyon jó, én abszolút nagyon boldog vagyok, azokat a szerepeket is ugyanannyira szeretem, mint akár a Bónit, vagy bármelyik más. Sok sikert, köszönöm szépen, és gratulálok a korábbi élethez. Köszönöm szépen.